A kiskörösi mazsorát csoportok már 34 éve működnek Kiskörösön, és több mint 26 éve mutatják be a mazsorát esteken azokat a koreográfiákat, melyeket a tavaszi, nyári és az őszi fellépéseikre készítenek el a csoportok. 2001 óta csinálunk mazsorettestet, tulajdonképpen amióta egyszerre több mazsorett csoportunk is lett, hiszen előtte 10 év, 11 évig csak egy mazsorett csoport működött mindig Kiskörösön. Utána jött be az a rendszer, hogy folyamatosan 2-3 csoport volt. Azóta vezettük be a mazsorettesteket. A fő apropója az, hogy a lányok többnyire vidéken szerepeltek, elmentünk versenyezni mindig messzire. Most is előttünk áll a debreceni verseny, tehát oda készülünk tulajdonképpen nagyon. De itthon a szülőknek meg akarjuk mutatni, hogy is állunk a felkészüléssel. Ez a jeles alkalom az idei évben sem maradhatott el. Február 23-án egy világkörüli utazásra invitálták a mazsorettek a Petőfi Sándor Művelődési Központ teltházas közönségét. Ez a téma úgy jött, hogy a felnőtt csapattal megálmodtuk közösen, hogy mit is szeretnénk idén bemutatni, milyen témát szeretnénk körülölelni, és ezáltal koreográfiáinkat különböző országok autentikus zenéjére tettük rá. Az est folyamán különböző kultúrák, népek táncaiból, zenéiből összeállított műsort láthatta a közönség, melyek során 6 mazsorett csoport lépett színpadra, összesen 82 kicsi és nagy leány. A Narcisz csoportunk, ők a legkisebbek, ők még óvodáskorúak, ők Ausztriát fogják bemutatni, illetve Angliát. Utána jön a Tengerszem csoportunk, ők elsős másodikosak, ők Latin Amerikát mutatják be, utánuk következik a Sarki Fény csoportunk, ők Angliába és Amerikába kalauzolnak el minket, utánuk pedig az Orhidea csoportunk, ők Koreát és Magyarországot fogják bemutatni. A Gyöngyszem csoportunk Franciaországba és Brazíliába kalauzol el minket, illetve a felnőtt csoport pedig Magyarországra, Oroszországba és Ausztráliába. A különleges alkalmat Domonyi László polgármester is megtisztelte. A város első embere beszédében kiemelte a fellépők áldozatos munkáját, szorgalmát és köszönetét fejezte ki a város részéről a szervezőknek, a csoportok vezetőinek. Kiskörösváros mazsorett együttesének színpompás előadásáról készült részletesebb beszámolónkat február 27-én híradónkat követően Petőfi tér című kulturális műsorunkban tekinthetik meg.